Hofi Géza tiszteletére Kőbánya önkormányzata nemrégen karikatúra pályázatot hirdetett, és a pályaművekből rendezett kiállítást elvitték Kapolcsra is. A rendezvényen egy pályatárs, Éles István humorista idézte fel Hofit. Drága szüveim, hát bízom benne, hogy tetszik, és bízom benne, hogy a kiállítás is tetszik, mint ahogy bízom benne, hogy Kőbánya is tetszik nektek. Kőbánya polgármestere Kovács Róbert is invitálta a kiállításra a kapolcsi publikumot. Hofi Géza tavaly lett volna 80 éves, illetve idén 15 esztendei annak, hogy meghalt. Sokan tudják, de talán a jelenlők közül sem mindenki, hogy Kőbányán született Hofi Géza. Egy dohánygyári lakásban lakott valahol a Jászberényi út mellett, ott nevelkedett, ott járta az iskoláit, és az első munkahelye is Kőbányához kötődik, a porcelángyárban dolgozott, porcelánt festett. A kőbányai blues nagykövetei ezúttal a kőbányai zenei stúdióból érkeztek Póka Egon vezetésével, és ott volt velük a legendás Tátrai Tibor is. Kapolcsi koncerteket a hagyományos kőbányai blues fesztivál követi majd augusztus 19-én szombaton délután.